A mikrofonnál továbbra is Szász Anikót hallják, és hát elindult a 2017-18-as tanév, és hogy a hallgatóink emlékeznek, akkor több oldalról mi ezt próbáltuk megközelíteni szeptember első napjaiba. Ha emlékeznek, nyilatkozott a Csillagpont Rádiónak pszichológus, családpedagógus arról, hogy hogyan is legyen sikeres, eredményes, de mégis boldog és jó hangulatú ez a tanév. De iskola igazgató még nem járt nálunk, illetve nem nyilatkozott a témában, úgy most kivételt teszünk, mert hogy vendégem a stúdióban a Miskolci Szakképzési Centrum Ferenczi Sándor egészségügyi szakgimnáziumának igazgatója, Zsúdel Antónia Orsolya. Szeretettel köszöntöm. Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és beszélgethetünk egy kicsit konkrétan az önök iskolájának az évkezdetéről. Hát azért azt hiszem, hogy itt szeptember derekán már lehet azt mondani, hogy elindult a tanév, zökkenőmentes volt? Igen, minden tanévben jelentős terhet ró az iskola vezetése, illetve a tantestületre egy tanév beindítása, de én azt mondhatom, hogy ezen sikeresen túljutottunk, hiszen ha arra gondolok, hogy idén is közel 1400 fő diákot fogunk oktatni, szerintem ez tényleg sikerként könyvelhető el. Egészségügyi szakképzés területén számos egészségügyi szakdolgozót fogom majd átadni nyilván az ellátórendszernek. Biztos nagyon izgalmas volt az évkezdet annak, aki most kezdett önöknél, vagy aki éppen most fog szakmát kapni. Egy picit részletezzük, ők hányan vannak. Igen, 9. évfolyamon 5 egészségügyi ágazati szakképzéses osztályt tudtunk beindítani, illetve egy szociális ágazati szakképzéses osztályt, összesen 160 fővel. Egyébként 9-12. évfolyamon közel 600 fő tanul nálunk, illetve az érettségi utáni szakképzésben pedig közel 800 fő rengeteg számos egészségügyi szakképesítést oktatunk, úgyhogy hál' Istennek én mondhatom, hogy népszerű még ma is az egészségügyi szakma. Erről fogunk beszélgetni, mert hogy ez itt a Csillagpont Rádióban, a B.A. Borsodabaj-Zemplén megyei központi kórházban, illetve egyetemi oktatókórházban van, ez egy nagyon fontos információ, és nagyon örülünk neki, meg hát ugye az elmúlt években, évtizedekben nagyon sokat változott a szakképzés. Erről is fogunk szót ejteni, de egy picit én szeretném, hogyha visszakanyarodnánk a múlthoz, abban az értelemben, hogy a iskola honlapján található öntől egy köszöntő, amelyből én egy mondatot kiragadtam, ami úgy szól, hogy mi nem felejtjük el, hogy honnan jöttünk, tehát nagyon fontos az iskola életében a múltnak az ismerete, gondolom ezt szeretnék továbbítani, közvetíteni a hallgatóik, tanulóik felé, mert hogy ismernünk kell a múltat ahhoz, hogy tudjunk dolgozni, tanulni a jelenben és építeni a jövőt. És hát, hogy a két évszámot mondok, 1957, illetve 2017, azért ez jó pár évtized a kettő között, hogyha címszavakban elmondaná, hogy mi is történt, hiszen itt volt összevonás, és most már ugye Miskolcon egy egészségügyi szakgimnázium létezik. Mi volt korábban? Igen, igazából így van, vissza kell tekintenünk a múltra, ahhoz, hogy a jelenben tudjunk dolgozni, illetve a jövőt tudjuk építeni. Valóban 1957. szeptember 1-én indult el az egészségügyi szakiskola, tehát idén 60. jubileumi évet ünneplünk. Rengeteg változáson ment keresztül az intézményünk. Felvette a Ferenczi Sándor egészségügyi szakközépiskola nevet menet közben, majd ugye a régi Korányi Sándor egészségügyi szakközépiskolával vontak bennünket össze, ez egészen pontosan 2002-ben történt. Attól kezdve két telephelyen működött az intézmény, és hát egy néven, Ferenczi Sándor egészségügyi szakközépiskola néven. Aztán a régi igazgatónk, aki egyébként az édesanyám, dr. Zsúdel Lászlónénak köszönhető, hogy egy állami támogatás útján sikerült egy pályázaton nyernünk, amelyen bővítették a régi Korányi iskola épületét, és hát ez a bővítmény, ez 2007-ben került átadásra, úgyhogy azóta igazából ott éljük a mindennapjainkat.
Tehát ez a tanév jelentős mindenféleképpen, hiszen nem csak a 60. jubileumi tanévünket ünnepeljük, hanem egyben a korányi épülete is 40 éves, és 2007-ben, tehát 10 évvel ezelőtt költöztünk át abba a szép új épületbe, ahol vagyunk most. És hogyan készülnek a jubileumi évre, hiszen most mondta, hogy ezt tulajdonképpen kettős ünnepelnek, egy 40-et, illetve egy 60-at. Gondolom, hogy ez a tanév részben ennek a jegyében telik majd. Így van, igen, egy 60-at, egy 40-et, és hát így egy 10-et is valahogy így próbáljuk összevonni. Számos jubileumi rendezvényünk lesz majd itt az ősz folyamán. Szeretnénk majd egy jubileumi Ferenci hetet rendezni, amely majd 2017. november 13-ától 17-ig fog tartani. Ezt majd egy gála esttel fogjuk zárni november 17-én, ahol szeretnénk majd régi diákokat is természetesen meghívni, megszólaltatni, hogy mondják el élményeiket az iskolával kapcsolatban, egészen régre visszamenve. Tehát akár 50 évvel, 60 évvel, 40 évvel ezelőtt végzetteket is szeretnénk ott megszólaltatni, és hát nyilván a fiatalokat is. Térjünk egy picikét vissza a szakmára, a szakképzésre. Azt olvastam az iskoláról, hogy profiukkal tulajdonképpen lefedik az egészségügyi ellátórendszer teljes szakember szükségletét. Ez mit jelent konkrétan? Próbáljuk lefedni az egészségügyi ellátórendszer szakember szükségleteit. Nagyon sok szakembert képezünk, van is rá lehetőségünk, hál' Istennek. Úgyhogy számos egészségügyi szakképesítést oktatunk. Ugye a mai világban két szakma ingyenesen megszerezhető, úgyhogy én biztatok mindenkit arra, hogy aki érez egy kicsi affinitást az egészségügyi pálya iránt, az mindenféleképpen, ha van kedve, jelentkezzen hozzánk, hiszen körülbelül 15 féle egészségügyi szakképesítés közül válogathat, és itt szeretném kiemelni azt is, hogy a gyakorló ápoló szakképesítés egyébként ösztöndíjas szakma, tehát jelentős ösztöndíjat is lehet itt kapni minden hónapban, akár 50 000 forint mértékben, nyilván tanulmányi eredménytől függően. A beszélgetés elején említette, hogy tulajdonképpen 1400 diákkal indult a tanév. Én azt gondolom, hogy egy intézmény vonatkozásában ez egy nagyon nagy létszám. Ezek szerint keresett szakma az egészségügy, mind a fiatalok, mind a felnőttek körében, hiszen itt tudjuk, hogy iskola rendszeren belüli, illetve kívüli felnőtt képzésük is van. Így van, nagyon keresett, hál' Istennek, népszerűek vagyunk, úgyhogy a beiskolázással sosincsen gondunk. Rengetegen jelentkeznek, most is esti tagozatra is nagyon sok felnőtt jelentkezett be. Körülbelül 15 szakmában tudtuk beindítani az osztályokat, úgyhogy hál' Istennek igyekszünk az utánpótlást megadni az ellátórendszernek. És az elhelyezkedésben, munkavállalásban mennyire tudnak segíteni? Én úgy gondolom, hogy próbálunk teljes mértékben segíteni. Hát nyilván azután, hogy ugye elhelyezkednek az ápolók, illetve az asszisztensek, hogy hogyan maradnak a pályán, az már nyilván ugye a saját döntésük, tehát erre nincs ráhatásunk, de természetesen mi mindenkit arra biztatunk, hogy maradjanak a szakmájukban. Említettük ugye korábban, hogy a szakképzés nagyon sokat változott az elmúlt években, évtizedekben, hiszen 1991 fontos dátum ebben a vonatkozásban, hiszen az egészségügyi szakképzésnek a teljes reformja valósult meg. Ez címszavakban tulajdonképpen mit jelent, hogyha egy konkrét példán levezetnénk, ma mi kell ahhoz önök intézményében, hogy mondjuk valaki ápoló legyen? Igen, a régi szakképesítés az tulajdonképpen úgy nézett ki, hogy 3 év alatt is már igazából 17 évesen kikerültek a diákok a kórházakba dolgozni. Ugye itt a változások azt hozták, hogy mindenféleképpen érettségire készítettük a diákokat, tehát 12. évvégén leérettségiztek, és utána választhattak szakmát. 2013 is jelentős változás volt egyébként a köznevelésben, hiszen beindult a szakgimnáziumi képzés, az ágazati szakképzés, és
idén, igazából 2017 júniusában volt az első olyan év, ahol kötelező szakmai érettségit tettek a diákok, tehát ez kötelezően elő volt nekik írva, hogy abból az ágazatból, amire járnak, egészségügyi ágazatból érettségit kell tenniük, és ezáltal egy évvel rövidebb idő alatt szerezhetik meg az UK is bizonyítványukat, tehát csökken az érettség utáni szakképzés éveinek száma. Az egy érdekes momentum, amikor vártam önt, akkor jutott eszembe az az érdekes momentum, hogy azok a hallgatók, diákok, akik önöknél szakképesítést szereznek, nagy valószínűséggel a Borsod-Abaúj-Zempén megyei központi kórház és egyetemi oktatókórházban, vagy annak valamely tagkórházában fognak dolgozni. Igen, nagyon szoros az együttműködésünk. Szinte minden diákunkkal tanuló szerződést kötnek itt a kórházban, számos szakképesítésből. Igyekszünk szorosan együttműködni, itt töltik a gyakorlatukat, tehát tényleg abszolút, és én úgy gondolom, hogy minden éven hirdetnek felvételt, és rengeteg jelentkező van. Én úgy gondolom, hogy az utánpótlás is megvan, tehát mi igyekszünk minél több szakdolgozót képezni. Azt olvastam az önök intézményéről, hogy különböző uniós programok részesei és több európai uniós tagországgal is tartják a kapcsolatot. Nyilván ma egy magyar egészségügyi intézménynek, illetve iskolának helyesebben fontos az, hogy különböző pályázatokon tudjon indulni, és onnan pályázati forrásokból aztán tovább lépni. Ez önöknél hogyan működik, mire készülnek, esetleg van-e valamilyen aktualitás? Igen, a tavalyi évben is már nyertünk egy Erasmus Plus mobilitási pályázaton, és ez idén is sikerült, úgyhogy szerencséseknek mondhatjuk magunkat. Ebben a tanévben arra lesz lehetőségük a diákoknak, konkrétan a kisgyermekgondozó nevelő diákjainknak, hogy 8 hónapot töltsenek kint szakmai gyakorlaton, Olaszországban, Firenzében konkrétan, ez egy nagyon nagy lehetőség számukra. 8 hónap egyébként is hosszú idő, itt bölcsékbe fognak majd gyakorlaton részt venni, illetve szintén ehhez kapcsolódik az a projektünk, amely 5-7-es szakmai gyakorlat, ugyanígy kisgyermekgondozó nevelő tanulók szintén Firenzében lesznek majd kint. És akkor gondolom, hogy a nyelvtanulás az elmaradhatatlan része a képzésnek, túl az Így egészségügyi van. Alapképzése. Milyen nyelveket oktatnak? Angolt, illetve német nyelvet oktatunk, viszont ehhez a projekthez kapcsolódik egy olasz intenzív nyelvtanfolyam igazából, ami hamarosan be fog indulni most az intézményünkben. Budapesti Galileo Nonprofit Kft-vel vagyunk kapcsolatban, és ők szervezik ezt, hogy nyilván a diákok, akik majd kimennek Olaszországba, valamilyen szinten ugye elsajátítsák az olasz nyelvet. És hogyan fogadják a diákok, hogy tulajdonképpen már a tanuló évek alatt így megnyílnak a határok? Tavaly éven is nagyon nagy sikere volt. A tavaly évben 9 gyakorló ápoló tanulónk volt kint, illetve szintén kisgyermekgondozó nevelő tanulóink, ők összesen 8-an. Idén is nagyon nagy örömmel fogadták, pláne azok, akik 8 hónapot tölthetnek ki, ugye egyhuzamban, igazából ők november elején fognak majd elindulni, és egészen június végéig fognak kint lenni, úgyhogy azt hiszem, hogy ez nagyon nagy lehetőség, és ezen felül nem csak a diákoknak, de a kollégáknak is egy lehetőség, hiszen mint kísérő tanárok részt vehetnek a programban, illetve egy szakmai tanulmányi úton is részt tudnak venni majd a kollégáink. És ha már külföldet említettük, akkor nem lehet megkerülni a kérdés, hogy azért évek óta sokat hallani arról, hogy egészségügyi szakdolgozók és akár orvosok is természetesen elvándorolnak, tehát itt hagyják az országot, és hát néhány évre akár szerencsét próbálnak valamelyik külföldi országban. Az érdekelne engem, hogy önök az iskolapadban, illetve hát a gyerekekkel szemközt állva a katedrán, mit tudnak a tanuló évek alatt tenni annak érdekében, hogy majdan ezek a fiatal egészségügyi dolgozók ne hagyják el a pályát, és maradjanak az országban?
Mi igyekszünk mindenkit arra biztatni, hogy maradjanak a pályán. Igazából elmondhatom, hogy mindenféleképpen értéket közvetítünk, minden olyan szakmai tudást megpróbálunk átadni nekik, és szerintem sikeresen is a kollégáink révén nagyon nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Tényleg biztató mindenkit arra, hogy maradjanak a pályán, és szerintem az esetek 90%-ában ez sikerül is. Eddig a diákokról beszélgettünk javarészt, egy picit tekintsük át a másik oldalt, akik tanítják őket. Önök hányan vannak, hiszen a 1400 fő diákhoz azt hiszem, hogy megfelelő pedagógus gárda is szükséges. Így van, 63 fő pedagógussal dolgozunk, illetve ugye ezen felül vannak még technikai dolgozóink. A 63 fő pedagógus eloszlás az természetesen úgy néz ki, hogy körülbelül fele arányban vannak közismeretet tanító kollégáink, illetve ugye a szakmát tanító szakmai elméletet, illetve gyakorlatot tanító kollégáink is fele-fele arányban. És én azt hiszem, hogy az is egy nagyon fontos momentum egy iskola életében, hogy milyen épületben, milyen infrastruktúrális körülmények között töltik a mindennapjaikat, de hát úgy tudom, hogy ilyen vonatkozásban azért önök nagyon kedvező helyzetben vannak. Igen, tehát a pályázati úton nyert bővítés révén valóban elmondhatom, hogy talán országosan is egyedülálló az intézményünk, mind kinézetben, illetve felszereltségben. Azért nálunk is vannak fejlesztésre váró feladatok. Jelentős problémát ró az intézményre a torna csarnokunk hiánya, ami még mindig készülőben van, de bizakodunk, hogy ezt a városi önkormányzat majd valamilyen úton, módon meg fogja oldani. De valóban szép környezetben tanulhatnak a diákok, és szeretik is, óvják az állagot, hál' Istennek, úgyhogy erre azt hiszem, hogy nem panaszkodhatok. Azt hiszem, hogy nincs az országban olyan oktatási intézmény, ahol ne lenne alapítvány, tehát egy olyan civil szerveződés, amely ne segítse valamilyen módon az oktató-nevelő munkát, vagy akár egy infrastruktúrális fejlesztést. Önöknek is van alapítványa. Így van, intézményünknek is van egy egészségügyi szakképzésért alapítványa. Természetesen ugye az alapítvány elsődleges célja, hogy a diákokat támogassa. Minden évben igyekszünk akár étkezési, vagy akár bejárási támogatást adni. Tanulmányi eredmény alapján is szoktunk ösztöndíjban részesíteni tanulókat, illetve minden évben két diákunk is kap Ferenci díjat, tanulmányi sporteredmény, illetve kiemelkedő teljesítmény alapján. Ez nyilván ugye a végzős hallgatók, a 12-esek, illetve a szakmás végzős hallgatók kapják meg egy-egy fő. Azt mondtuk, hogy ugye ez a 60. jubileumi év nagyon sok ünnepi programot fog majd jelenteni az iskola tanulói, illetve tanárai számára, de ezen túl a 2017-18-as tanévnek melyek a legfontosabb feladatai, célkitűzései, olyan aktualitások, amiket mindenképpen ebben a tanévben szeretnének megvalósítani? Hát elsődlegesen ez a 60. jubileumi tanév, ugye az jelentős hetünk lesz majd ott november 13-ától 17-ig, még itt hagy mondjam el, hogy előtte október 27-én az alapítványunk szervez egy jótékonysági bált, úgyhogy erre várunk majd mindenkit szeretettel. Hát ezen felül természetesen ugye a napi teendők folyamatosan majd ugye a jövő tanévre is gondolni kell már, hiszen a beiskolázást lassan el fogjuk indítani. Ugye a 8. osztályosoknak a felvételi eljárást, és hát ezen felül ugye természetesen készülünk a szalagavatóra, szintén novemberi időszakban, aztán mindenféle ugye karácsonyi nemzeti ünnepeinkre, és hát minden olyan dologra, amit ugye ünneplünk, ballagás, és hát vizsgák, ez minden tanévben a szokásos menetrend szerint történik. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondta. Zsúdel Antónia Orsolyát hallották, aki a Miskolci Szakképzési Centrum Ferenci Sándor Egészségügyi Szakgimnázium igazgatója, a 2017-18 és
tanév elindulásáról, aktualitásairól beszélgethettünk, és hát ugye itt kiderült ez a 60 éves jubileum, úgyhogy én azt kérem, hogy itt november környékén mindenképpen térjen vissza hozzánk, és beszélgessünk erről a nagyon szép jubileumról. Köszönöm szépen a beszélgetést, sikeres tanévet kívánok! Köszönöm szépen, és visszajövök természetesen!